Fantasztikus. Nagyszerű. Sziasztok. Szóval, kicsit akkor most elevezünk a botokra, általános részre, és utána visszatérünk majd erre a témára is. Felhasználjuk azt a modellt, amit a Kicsi elépített nekünk, itt PaperX-en. Ugye a végén előbb készít egy kész mesében, modellbe, csomagolva, stb. És majd ilyen szorodatok használni fogunk csinálni egy olyan chatbotot, akinek, hogyha elküldünk egy fotót a telefonunkról, tehát lefotózok egy olyan számot, akkor visszaküldünk meg a számos számára, hogy felhasználjuk a saját cuccánkat. De előtte nagyon gyorsan egy ilyen kis chatbot bemutató bevezető, hogy mi is, mi is vagyok, és milyen kis chatbotok, és ez most miért is érdekes, és miért is jó nekik, ez most fontos. 30 millió üzenet küldenek az ilyen chat kommunikációs cuccokon naponta, ami meglepően sok. Most nem is 30 millió üzenet, 30 millió üzenet küldenek csak botoknak naponta az ilyen oldalakon. Különböző üzenetés oldalon, messenger sokkal sokkal üzenető állapota. 30 volt aktív havonta, több mint 1000 cégnek van csatotja, és több mint 300.000 fejlesztő kollapodott már a csatotokkal. Szóval az látszik, hogy most egy beindulva lévő dolog, és ez ilyen, hogy ez miért is érdekes, és most miért is, most hogyan is van, és miért is kellene fontosnak lennie. Nézzük meg, hogy mi az, amit a botok szeret, mi az, amit a user szeretne, hogyha egy botra beszélgetünk, hogy miért is akar egy bot, miért is akar a botok egy felhasználó. Elsősorban, amikor beszélgetünk egy bottal, akkor elvárjuk azt, hogy megértsen mindent, amit mondunk neki, nem csak úszor azt, hogy mit mondja, megértsen azt, amit mondunk neki. Megkapjuk azt a választ, amit várunk tőle, azt valahogyan jól becsomagolva kapjuk meg, kellemes a beszélgetés, és elvárjuk azt, hogy megjegyezze azt, amit mondjuk neki, hogy ha valamit beszélgetünk el, arra ugyan utána tudja reflektálni. És tehát igazából a három legfontosabb dolog az, hogy értékes legyen az a beszélgetés, megoldja egy problémánkat, könnyen elérhető legyen, tehát ne legyen problémáinknak használatába, és a végén effektív legyen, gyorsan valamit hatékonyabban tudjuk megoldani, mint amit a eddig. A második az ilyen esetben nagyon egyszerű, mert chat igazából mindenhol ott van. A platformok már készen vannak, mert a Facebook Messenger például, ott van a telefonon, ott van az órán, ott van a számítógépen, a bőrészében, ott van igazából mindenhol, ilyen kocsimban is, a Skype szintén, Microsoft Teams szintén. Tehát ezek a platformok már előre el vannak készítve, a user telefonjával rajta vannak az alkalmazások. Tegye fel a kezéteknek, nincsen Messenger telefon. Egészen sem. Jó, akkor tegye fel a kezét az, akinek nincsen sem Messenger, se Skype, se semmi más, se WhatsApp, se semmilyen más chat alkalmazás telefonján. Na, ilyet nem is találtunk. De hát, hogyha még van nekem egy alkalmazásom, egy chat alkalmazás, egy chatbotom, amit telepítek, deployolok az összes main chat platformra, Messenger-re, WhatsApp-ra, akikre, nem tudom, Skype-ra, stb. Akkor mindannyiatokat elértem vele. Mert a telefonokban mindenkinek rajta van legalább egy telefon alkalmazás. Nem kell a user-re egy telefonútól, ahol se letöltek, mi sem többi, hanem már ott van. Hogyan jár hozzá ehhez az egész a Microsoft, és miért is én beszélek erről, és mit is akartam mutatni. Három, vagy igazából a három dolog, ami érdekes, egész van ez a bot builder, ez egy Microsoft Bot Framework nevezetű dolog, ami egy teljesen open source cucc, C-sharpban, Java-ban, Python-ban és Node.js-ben érhető el. Tényleg full open az egész, mondom, GitHub-on folyamatosan fejleszték nagy erőkkel. Ez egy bot fejlesztési framework. Ha webalkalmazást fejlesztünk, akkor használjuk mondjuk a React-ot vagy az Angular-t. Ha botot fejlesztünk, akkor itt a Microsoft Bot Framework, az általános dolog, a pizsa, az előre meg van írva. Nekünk csak azt kell belerakni, ami a mintének üzletlenik rá. Az összes több egyszerűen meg van csinálva. Az Azure Bot Service, ami egy felhőszolgáltatás a Microsoft Azure-ben, ami egy csomó dolgot átvesz a mi vállalunkra. A többek között a kapcsolatot a különböző channel-ekkel. Ugye, ha én írok egy kisztek egy chatbotot, akkor annak azt valahogyan hozzá kell kötnöm a különböző platformokhoz, Messenger, Skype, stb. Mindenkinek megvan a saját API-ja, mindenkinek meg lehet csinálni az integrációt, de ez egy csomó meló. Egyesével az összes
platformon integrálódni, és csak én akarok integrálni egy újra, később a főnök kitalálja, hogy na most a unokahogromunkra ki akartam volna próbálni, ki kell és neki az nem működött, akkor neki kell állni és azzal is integrálódni kell. A MySuite azt megcsinálta, leült és az összes main channel-el integrálódott, meg vannak az integrációk előre. Elég egyedül ezzel az Azure Boss-szal részen integrálódni, és onnantól kezdve az összes integrálás megvan, egy-egy kapunkásos channel-nek bekapcsolta. Jó, legyen Skype, legyen Facebook, legyen blablabla, legyen blablabla. És ezeket készen előre, készen vannak, meg van inkább csinálva. Többek között amúgy az ilyen MySuite Teams, Skype portal integráció, csak ezen keresztül működik, máshol is tudsz integrálódni. Mi a Skype-nek már nem is, de a Teams-nek megvalóan nincsen, és ez ott szerintem tudsz ráintegrálódni. Ezen kívül még remote access szolgáltatásokat is, mint például az autentikáció. Az autentikáció az egy érdekes probléma a bot környezetben, hogy hogyan autentikáljuk a user. Ugye már alapból a userünk be van autentikálva a platformba, a chat kliensbe, ugye bejelentkezett volna be a Messengerbe, a Facebook kártyával, nem tudom, MySuite Teams-nek, céges fiókjával, stb. De ezt a platformok, tehát a chat platformok, ezek nem adják tovább meg ezt az információt. Míg az e-mail címet még talán tovább adják, hogy üzenek, de azt, hogy most be van jelentkezve, és mindenféle, főleg ilyen autentikációs tokeneket, meg amivel ugye más szolgáltásokat tudnak meghívni, azokat biztosan nem fognak megvalálni, mint a chat kliens, amint a chatbot. Úgyhogy valóban autentikálni kell a user nekünk is, attól függetlenül, hogy chat kliensjában legyen nekünk a user. De ugye, hogyha mondjuk fut egy web alkalmazás, és én autentikálom a usert, most, nem is akartam beszélgetni, meg végigcsináltuk, megcsináltuk az autentikációt, megnyitott a linket, bejelentkezett, visszaírt a kódot, pipa, meg van a tokenem, de az user nem, valami dolga van éppen, mondjuk a szupermarket vagyok, és vásárolok, és éppen fizetnem kell, és utána a telefonomat, és bejelentkezik, és megkérdezik, és stb. És csak fél óra múlva, amikor odaértem valahol, akkor veszem elő a dolgot, és akarok újra válaszolni a chatbotnak, és folytatni azt a beszélgetést, amit elkezdtem. Ugye elkezdtem félre vezetni a beszélgetést, és most még mindig akarom folytatni, hogy ilyen tudja, hogy valami vagyok, domikus. Vagy nem tudja, hogy beszélgetés vagyok. Válaszolok neki, neki kéne a token, de fél óra múlva lejárt a token. Az Azure-os token például csak 20 percig jelen. Lejárt a tokenem, és visszaírja, hogy bocs, ki bejelentkezve. Kezdtem előre újra a bejelentkezést. Ez mekkora, milyen szar üzenet, ez nincsen. Szóval, nekünk valahogy folyamatosan frissítgetnünk kéne a tokenjünket a háttérben, ezért viszonylag melószalat ezt leimplementálni. De az Azure Bot Services Manager értünk. Menedzselhetünk a bejelentkezést, userce bejelentkezik, ő a tokent a háttérben folyamatosan frissítgeti, és én mindig csak a legújabb token fogom lekérni, amikor bármikor, amikor szükség van a tokenre, azt mondom, hogy hé, Azure Bot Services, kérek a tokent, puf, itt a token. Újra tudom használni. És mindig egy kap egy frisset, egy jót, ami működik. Készen. Ugye erre is például egy kész magadást, ez is a bot szervész. Hoppá, ez animációt, ezt raktam aztán. Hogyan is néz ki ez a portfóliának? Ezek a dolgok hogyan is működnek ténylegesen? Ugye a user input egy csomó féleképpen jöhet be, akár üzenetben, ez lehet SMS-től kezdve, Messenger, bárhol üzenetben. Bejött home üzenetén, mondjuk egy telefonon keresztül hívják fel a chat botot mondjuk, vagy ilyen, de a bejelentkezett egy kép is, ezt fogom most megmutatni, vagy egy képet küldünk a chatbotnak, és akkor az, ami történik. Ezek ugye jöhet egy csomó channel keresztül, tehát tényleg Gordon, a Skype, a Gordon, és a Gordon, Skype, Messenger, Slack, Teams, SMS, tényleg nagyon sok ilyen channel. És hogyha ez mindig beérkezett hozzánk ez az üzenet, tehát elérkezett az alkalmazás a chatbotunk ki, amíg ez a web alkalmazás, de erről mindjárt később beszélek, akkor mindig nem tudunk belőle semmit sem. Tehát tök jó az, megjött egy kis bytecallbász, vagy izé karakterlánc, de ezen is, hogy semmit sem tudunk, azt tudjuk, hogy mit szeretne a user. Úgyhogy most erre neki akarnék állni, most egy natural language processing valami mesíteni modellt fejleszteni, hogy kitalálja a user, mit szeretne, és ezt felismerje. Tehát ez egy elég bonyolult, komplex feladat. Nullára nekiállni, ez nagyon melós. Csomó melós, kutatás projekt. Nem egy olyan dolog, amit hogy én most chatbot akar fejleszteni, saját projektnek otthon, akkor neki akarok állni. Hál' Istennek erre MySuite-on vannak kész szolgáltatásai. Név szerint a Language Understanding, ami egy ilyen beépített UIS, ami az beépített NLP-nek csak nem is processing megoldás, úgyhogy hogy UIS, Language Understanding, akármicsoda. A másik ilyen pedig a QM Maker,
Mind a kettő egy tanítható dolgot, én tanítom, adom neki példákat, és azt mondom neki, hogy tanulj, majd jobb a színembe tanul, mint a másodat. És utána egy kész mesélek borádat nekem, aminek a szemmelzésem, majd meghívással a kontrakcióink. Egy csomó viszonylag darszámú teljesen mindenesben naponta 20-szer, hívás, meg ilyesmi, minden ez az egész. Ha ott akartok szórakozni az egész alatt, majd teljesen mindenesben és a szavakásokat belevéve is, tudom, hogy teljesen minden lehetőségek. Azért, hogy én most fogok mutatni nektek bot, akik kipróbálhatottak is, mindjárt, az teljesen minden futásban lesz. $0 költsége. Sok minden oké. És lényeg, hogy ezt most sikerül felértem, értem azt, hogy mit szeretnénk a userrel, stb. Ezt nem tudom, hogy ez pontosan hol működik. Még mindig ott fennáll probléma, hogy jó lesz, hogy nem csatlakoztatjuk a mindenféle share rendszereinket, az line-up business alkalmazásainkkal, alapbázisainkkal, stb. Nagyon egyszerű lényeg, hogy ez egy C-sharpos Node.js-es járvás, Python-os projekt, igazából bármely. Meghívjuk REST API-n, vagy ahogyan éppen szükségünk van rá, csatlakozunk közelünk az alapbázisokkal, stb. Ahogyan szeretnénk ennek az integrációban megmondhatóan. Szóval egy nem nyitott dolog az egész, és viszont nagyon sok szolgáltás kész van nekünk, ami a szükségünk van. Ami a ténylegesen mit váltunk, az múlt magának az üzletünkkel a beszélgetésnek, ha megjelesül, hogy nem fog a userrel beszélgetni, és milyen dialógusok, milyen beszélgetések fussanak végig a userrel. Mindjárt meg rátérünk. Kicsit a Lewis-rel, a Language Understanding, ugye ez egy része egy tanulás intelligencia dolognak, ez a Language Understanding. Ez hogyan is működik? Hogyan is tudod be? Egyszer betanítjuk, vagy a UI-n keresztül nevelünk neki az információkat, vagy utána majd, amikor frissítjük a tárgyból, akkor ezt hatunk keresztül, és tudjuk kilogatni. Szóval beírjuk, beadjuk a Lewis-nak az ilyen modelleket, ilyen minta szavakat, ami először bejelölgetjük, hogy jó, ez a minta mondat, amit beadok, ez azt jelenti, hogy én flight-ra akarok bukolni, vagy ez fogadni akarok tekülőt, és bekapítom, hogy ezek itt a mindenféle entitásokon. Ebben a magától felismerjen egy csomó minden előre van tanítva, például az ilyen location-ok, vagy a daytime-ok, ezeket magától fel tudja ismerni, és ezeket rá ismerjen meg a tanítani, de én is be tudok tanítani különböző ilyen entitásokat. Szóval, amikor legközelebben adok neki egy ehhez hasonló, de nem feltétlenül megfogalmazott mondatot, akkor amikor bedobom neki, hogy hey, ezt szeretném, akkor ő fölismeri, hogy hoppá, egy repülőt akar foglalni az ember, ezekből a városokból, ebből a városból, abból a városba, ebben az időpontban. És ezeket a végén nekem egy ilyen JSON dokumentumot odaadja, és én majd már a kész dolgokat fel tudom behozni belőle, a kész tudást. Nem kell értelmeznem a mondatot, és nem kell rákérdeznem újra a usernémre, hogyha például mondjuk bármik ennél példánál, repülőgépet akarok foglalni jövő éjjel szerdára, és a bot visszakérdezte nekem, hogy mikor szeretne repülőgép foglalni, most mondtam jövő éjjel szerdára, basszus, már miért kérdezel vissza? Ez megint egy rossz user experience. Szóval ezek nagyon fontos dolog, nem elég felismerni az internetet, hanem megvallom mindenféle extra információt a user, akkor azokat is fel kell ismerni. De hál' Istennek ezeket a Lewis mind készen adja nekünk. Majd ezek az egészek, amikor beadtuk neki a REST API-ba, igazából elküldtük neki ezt a stringet a Lewis-nak a REST API-nak, ő feldolgozza, és a REST API-ban ő pedig visszaküldi a botunknak, hogy hé, ez itt az intentje, ezek pedig az entitások, ami visszajöttek a user-től. Jó, ezen kívül, amik még érdekesek, ami még érdekesek itt a MySQL-os botos környezetből, ezek az adaptív kárdok. Ez egy olyan, volt egy ilyen gondolkodás a MySQL-on belül, hogy hogyan tudnánk felaposítani a chatbotokat a szövegeken kívül. Tehát ne csak szövegesen lehessen kommunikálni a bottal, vagy például sok információt akarunk átadni a usernek egy alapban, mint a repülőgépnek az összes információját, akkor ezt egyben akarjuk átadni a usernek, akkor nagyon sok üzenet lesz, hogy valami furcsán fog kinézni, nem lesz könnyen átlátható. Olyan küld neki egy képet például, az megjelenik nem jól, mert nem tud másolni, stb. És erre kitalálták a megszínűleg az adaptív kártyákat, amik ugye nem teljes HTML, nem egy HTML kódot adok át, vagy HTML kódot adnék át, akkor följönne a probléma, akkor most a mindenféle security problémák, akkor most JavaScript futatás, nem így, nem úgy. Erre ki lett találva, ez egy JSON dokumentum igazából ezek a kártyák.
látják, meg lehet határozni, hogy mi hogyan nézzen ki a... viszont megkörülöm a... milyen színű lehet, hogy a különböző szöveget, milyen volt, stb. Megjelent, hogy milyen gombok legyenek, de minden csatorna saját magának fogja berendelni úgy, ahogy ez neki jövő. Tehát, ha például a Dark Mode használok Messengerben, akkor sötét alapok van megjelenni ebből, világos betűkkel. Ha világos betűt használok a Messengerben, akkor fordítva. Vagy Skype-en a gombok egy csalat jelennek meg a saját dizájnban, a Teams-on a máshogyan, a Messengerben szintén máshogyan. Ezeket az információt átküldeni üzenek könnyedén egyszerűen több információt, mert fogok erre is példát mutatni, ezt hogyan néz ki a valóságban. Még mielőtt belemegyek a mélyebb dolgokba, egy valamilyen általános slide. Nagyon fontos, amikor botot fejlesztünk, akkor végre gondolunk, hogy ez tényleg a mi brandünk is. Ez a bot, ez jó minőségének kell lennie, mert egyébként saját magunkat égetjük be igazából, ez egy olyan entitás, mint hogyha ott valaki ott állna a mi cégünkből és reprezentálna minket. Tehát ha rosszat mond, vagy rossz stílusban kommunikál, vagy egyszerűen nem jól működik, akkor saját magunkat járhatjuk le. Tehát a botfejlesztés általában ez egy ilyen általános tapasztalat, hogy mi saját ügyfeleink által fejlesztő botokkal kapcsolatban. Egy egyhetes dizájntervezés előzi meg a botfejlesztést. Megnézzék tényleg, hogy mit szeretnének, hogyan szeretnének, konkrétan megírni whiteboardon a beszélgetéseket, hogy user mit szeretne, akár megkérdezni embereket, hogy most így jön, hogy mit válaszolna meg egy adott kérdésre, például most itt egy chat, hogyan folytatódna a chat, hogy mit válaszolna erre a chat, stb. Végigmenve, mert nagyon sokszor mi azt gondoljuk, hogy ez így jó lesz, és a végén úgy, ahol is az egyetlen úgy, és nem természetes, hogy user, hanem mi fejlesztő kitalálni, hogy hogyan működhetne ez a chat. Nem annyira egyszerűen is ez, mint egy UI tervezés. Szóval kicsit mélyebben, hogyan működik maga a chatbot. A chatbot az igazából egy saját webszerverünk van, mert amikor igazából a mi chatbotunk és a platform, jelen esetben most az Asia Bot Service, de inkább a Facebook-ra, a Skype-ra, a saját alapjáról közvetlenül integrálódunk. Ez két külön szerver, akik egymással HTTPS messzecseken keresztül beszélgetnek. Amikor például, hogy most így lett beszélgetés, hogy user megnyitott először egy chatbotot, elindul egy HTTP post a chatbotunknak, a Broad Framework-től, vagy a Facebook-től, vagy stb-től, hogy hey, itt egy új user becsatlakozott, vagy egy csoportbeszélgetés, ami hozzáadott egy új ember, akkor megnyitott kicsatlakozott rá. Hogyha bot becsatlakozik valami is ugyanúgy. De ha egy üzenetet küldünk, az hogyan néz ki? Először is jön egy HTTP post message a mi a userünktől, és azt mondja, hogy hey, hello. Majd, de ez kicsit rosszul zárva, a botunk még nem válaszol vissza, rögtön a botunk visszaküld egy HTTP 200 okét. Mert nem biztos, hogy rögtön fog válaszolni, ott lehet még gondolkodni. Sőt, általában rögtön visszaküld egy HTTP 200 oké, és rá küld még egyet, hogy hé, most éppen írok. És addig küldözgeti az írás, azt mondom, másodpercenként küldözget, hogy én éppen gondolkodok, vagy ez az írok, ugyanúgy a Facebookon is mutatva, a három költözőm azok. Vagy én írok, hogy a usernek látszani, hogy hoppá, a bot az ott van, még dolgozik, csak még nem válaszol. Ettől amúgy egy kicsit természetesebb is lesz a beszélgetés. Majd amikor a botnak készen van a chat, akkor ő is küld egy HTTP post message-et a Facebooknak, vagy a ilyen esetben a Visual Bot Service-nek, aki szintén visszavár 200 oké-val. Tehát nem ilyen long-pollingban, hogy küld a user egy üzenetet, és én megvárom a választ, megvárkoztatom a választ azzal, amit itt áll, amit akarok válaszolni, mert küldnek egy választ, hanem külön HTTP post message-et, két darab szerver küldik meg egymással HTTP post-okra. Ezek így még egy kicsit ugye a elnevezést tanulva, ezt nem néz ki. Ugye a UI-on is le volt, kis oldalakat írunk, vagy akkor a beállóban kis modelleket, a komponenseket. A botoknál dialógusokon beszélgetünk általában a userrel. Amikor egy egész beszélgetést látjátok itt a beszélgetés, azt mondja a user, hello, I want a pizza, one kind, pepperoni, like a small, okay, thanks, az egész egy beszélgetés volt, ez a két konverzációnak,
Ezek ezeken belül külön dialógus, akkor a köszönés dialógus, azt mondja a user hello, ott érzékelt, hogy user köszönt, visszaválaszol I'm hello. A következő dialógus egyikből azzal, hogy a user azt mondja, hogy I'm a pizza, hogy szeretek egy pizzát. És akkor erre a bot észrevesz, hogy hoppá, itt egy új dolog van, hogy a user szeretne végig menni egy feladaton, akkor ennyit tudom azt, hogy dialógus, hogy a pizza rendelés dialógus, első lépés, milyen pizzát szeretne. Visszaválaszol user, befolyamosan is, ezek pedig egyesével egyből azért oda visszaválaszol, hogy egy törmeknek. Voltam egy partnernél, és Lenn Szegeden, és olyan hungizsben beszéltek, hogy lehet, hogy nem tudtam. Akár konkrétan nem minden második szó volt, hanem két szóonként volt egy modell is. Nem kemény volt. Hozzászoktam. Először ebben megyek bele. Mindjárt nekiállok, és nem mutatom meg, hogy néz ki a valóságban, és lekódolik egyet ezt az alkalmazást, ami fel fogja ismerni a telefonunkon a kódot, mi az a számára. Viszont ez egy nagyon vicces a sztori. Konferenciára készítettük ezt az alkalmazást, ugyanígy adtunk elő kb. Hasonlót egy egész napos, egy több órás workshopon. És készítettem elő ezt az egész dolgot, meg készen volt a modellnek, akkor a kollégától a kézbe tanított mesélni modellnek, hogy az MDS dataset nem lehet betanítva, hogy fölismeri a dolgokat. Én pedig túl, de jó, akkor most azt hozzáintegrálom a chatbothoz, meg is csináltam azt, amit mindjárt nem szólok mutatni neked, hogy hogyan csináljuk meg. És az eredmény az volt, hogy a botom egy olyan nagyon kellemes 10%-os valószínűséggel találta azt, amit a számot, amit elküldtem neki, nagyon jó pontosan random volt. Fakatlan felállt, hogy ez így nem lesz jó. Ez a konferencia előtt volt eset 11-kor, konferencia előtti nap eset 11-kor. Rájöttem azt, hogy hát itt bizony némi preprocesszorás tud igényel feladat, mert ugye amit betanítottunk modellünk, azok egy azok ilyen 28-28 pixeles fehér alapon fekete, vagy fordít a mindegyőzában képek, nem volt betanulva, a középre volt igazítva a szám, és különösen más nem volt, és a minden pixel fekete-fehérre mindent a pixelt, hogy itt is van. Amit én pedig kapok a kamerától kép, az pedig egy Full HD és színes akármicsoda, sokkal több pixel. Úgyhogy ez így valahogy nem működik. Úgyhogy neki kell állni írni egy ilyen preprocesszort, és az amúgy a mesélőnk modellek felhasználásakor nagyon sokszor előjön, de amit kapunk beérkező információt, szóval hogy preprocesszálnunk kell, ahhoz, hogy egyáltalán a mesélőnk modellünkbe be tudjuk adni a kamerákén, utána valami értelmes eredményt kapunk ki belőle. Szóval a preprocesszálás, nem tudom, hogyan értem meg, a lényeg az, hogy a különböző lépésként gyorsan végigvegyük. Az első lépés az volt, hogy a színes képből a fekete fehér csináltam. Hogyan csinálom a színes képből a fekete fehér, minden pixelnek az RGB 1 bajtos számát összeadom, és az azt a három. Lényegek ugye 0-2-5 között a fekete intervallumok. Majd ráadtunk egy ilyen vignettát. A vignett az a design elem, amit a minden telefonos fotószerkesztő alkalmazása benne van, amikor köré rak egy ilyen fekete, sötét dolog. Általában portré fotót nem szoktak használni, hogy a fejet rakja bele, a fókuszálja az embert, és körülött a fekete legyen. Na ez ugyanaz, csak fehérben. Tehát egy fehér keretet rakunk mögé. Ez arra való, hogy a ilyen kezünk által, a telefonán dolgozott árnyékokat kitakarjuk, hogy legalább kevésbé feltűnővé. A következő lépés egy thresholding, itt azt csinálja, hogy minden pixel, ami bizonyos szint alatt van, az teljesen background color, ilyen esetben fehér, minden pixel, ami bizonyos szint alatt van, az pedig a foreground color, ilyen esetben fekete. De hogyha folytva lebetanít a modell, tehát a fekete hátterű képek, a fehér előttére, a rendizét eszetnek két fajtája van, az inverse. Hogy az inverse-én lebetanítva, akkor meg tudjuk fordítani, és akkor fehér hátterű képeken fekete átlő képeken fehér átlő elvét kapunk itt. Mit kapunk itt? Lesz egy olyan fotónk, aminek valahol, valamelyik részén lesz benne a számunk, és csak a számunk, semmi más. De ez mind nagyon jó nekünk, mert nem tudjuk, hogy a számból van. Úgyhogy ezt valahogy dinamikusan meg kell vágni. Itt
ez egy megmentő lépés, fogunk végigmenni 4 darab ciklus, és addig iterálunk a sorokon, amíg nem találunk egy olyan sort vagy oszlopot, amiben van legalább 1 darab pixel, ami eltér a teljesen megjelent kalaktól. Ennek sorok megért a... Ha van benne 1 darab olyan számos, ami nem nulla, akkor az 1 darab olyan pixel, akkor az már elértük a számunkat. Megtaláljuk a bal felső és jobb alsó koordinátákat, utána megvárjuk a számunkat. Itt ez nem egy négyzet, ami egy tégla, csak 5 és 5 szóval négyzet adott a szám, úgyhogy nem annyi látszik. Ez egy téglades, mindenki egyes lenne, akkor ez egy nagyon szűk téglalapon, azért mind nem jó nekünk. Úgyhogy kiegészítjük egy négyzettét. Mi azt úgy csinálják, hogy megnézzük a maximumát, veszünk a magasságon és a szélességet, és a halálát nélkezzük, a háttérszint vagy kitöltő színnek pedig a háttérszint veszünk. Majd az egészet megvizsgítjük 20x20 pixelre, 25x25 pixeles a NX dataset, ami 20x20 pixelet csökkentjük le, mert az NX dataset a lényi számok körülbelül van egy 4 pixeles padding. Úgyhogy 20x20 pixelre lebutítjuk a képességet, hogy akkor körüljük egy 4 pixeles paddinget. És megkaptunk egy akármilyen bemenetű képbe, ami van egy szám, egy olyan megfelelő minőségű számot, ami nekünk az NX dataset-nek megfelel, és be tudjuk benne mellettünk. És hirtelen ezzel a preprocessing egy a 0%-val 80%-val ahogyan, amilyen NX, amit a patent machine learning pontossága volt, arra ugrott a pontossága az alkalmazásunk. Tehát egy ilyen 80%-ot növekedett a pontosság. Légezabban semmiből ténylegesen eredményt érhetünk már el. Jó, ez nem érdekes nekünk most, erre majd visszatérek. Nézzük csak a... Honnan is mondom? Nem, a wifi állott a gépnál. Pedig van mobil internet. No internet. De jókor. Milyen van, mintük egy... Mintük egy tisztes. Ennyi is működik erre, akkor meg a hocskod azt mondott, hogy működik. Van, hogyha töltözöm, nézd? Igen. Aha. Jó lesz, jó lesz, jó lesz. Windows a brutal szüzgőn is utána. Nem most már Windows nem jobb lassan, valósan machine learning van. Kitalálja, hogy mikor akarjuk update-elni a Windows. Azóta is várok a 19 fingatlanat is a képen. Benne legyen valami insider csoportot illetten válaszolom, majd rajta teszlék a új machine learning a Windows-ban, és majd ő meg kitalálja, hogy mikor lesz nekem jó, amikor frissi a Windows. Azóta sem tudtam meg még a szeptember frissítés. Várjuk rá. Szóval, Asia Portal, ezt már jól ismeritek az előző előadásban, azt mondom, hogy szeretnék egy új resource. Create a resource, hogy azt mondta, hogy kapítottam. Azt mondom, hogy szeretnék egy botot. Ez a webapp bot lesz az én segítségem. Azt mondom, hogy hozzunk létre egy ilyen webapp botot. Na, kicsit nagyítok rajta, mert nem látjátok. Ha, most jobb. Adunk egy nevet, mondjuk ez legyen a Demolabot. Ugye, ha már Demolab vagyunk, kiválasztom az Azure Subscription-et, amiben kerüljön, mondjuk legyen ide. Kiválasztom a Resource Group-ot, kiválasztom azt, hogy hova kerüljön a chatbotom, a Best Group az pont jó lesz. A Pricing Tier az a free, az tökéletes, az 10.000 üzenetet, külön premium üzenetet enged naponta, szibátlan. App name, ugye ezen a URL-en lesz elérhető a botunk, demolabot.azure.net. Hibátlan, de bot template már alapból legenerál nekünk egy template-et a botunkhoz, amit már tudunk rögtön használni. Van 2 darab template, amit tudunk használni a C-sharpból, meg a Node.js-ből is. Nekem is a C-sharpos Echo bot hibátlan lesz. Letöltöm, kiválasztom az App Service plan-t, amire ugye deployolódjon, ez egy web alkalmazás, ez lehet teljesen ingyenes plan. Application insert most nem szeretnék, és azt mondom, hogy create. Ne validálja.
leindul a gyűjtőlánk. És pár másodpercen belül sikerül is. Kész is. Azt mondjuk go to resource. És itt van az én létrehozott botom, aminek látom, hogy itt a mindjárt az URL, itt az URL-je, ez a messaging endpoint, ezzel tudunk beszélgetni, ezt meg adni a Facebooknak, vagy az a többinek. Ha rámegyek ide a channels-re, akkor itt tudom kiválasztani, hogy milyen csatornákkal legyen elérhető a chatbotom. Ez amúgy ez már működik, ugye az Echo bot az már nem tud, hogy visszaválaszolja azt, hogy itt küldök neki, minden ki is tud próbálni helyben. Egy kicsit gyorsabban van az internet. Nagyszerű, mindjárt betölt. Látszik, hogy egy-egy itt a webchaten keresztül érhető az alkalmazás a chatbotunk egyelőre. Hogyha hozzá szeretnék adni új channeleket, például a Microsoft Teams-et, vagy Lazy Messenger-et, vagy Skype-ot, stb. És annyit feladtam, hogy ráklikkelek arra, hogy Teams. Majd azt mondom, hogy oké, és most a kezdve Teams-en is elérhető, szép, és mostantól kezdve Teams-en is elérhető az én chatbotom. Ennyi volt a Teams-nek a konfigurációja. És az, ugye ez az összes kettő is. Próbáljuk ki gyorsan a chatbotunk itt a böngésző belül. Megnyílik ez a webchat tesztelő, kár micsoda. Szintén nem kell be. Amíg erre várunk, addig én azt mondom, hogy leszeretném tölteni a botomnak a forráskódját, ami szépen bezippelje nekem, megkérdezi, hogy rakja bele a titkos kulcsokat a botba, ami azt mondom, hogy oké, ugye az a titkos kulcsokat a titkos mint a szükséges kulcs, ugye megmondom, hogy meg a környezet alapítőről fut a botom, ahhoz, hogy ide tudjak deployolni, ahhoz vannak mindenféle kijek, azok most becsomagban is sokan fog tudni egyben deployolni. Legkább, hogy letöltsem a botomnak a forráskódját, tehát most szépen le is töltött oldalt, ráklikkelek, szépen kicsomagolom a kódomat, tátatatátatá, azt mondom, hogy itt a cucc, és fogom szépen megnyitom a botomnak a forráskódját. Gyorsan megnyitottam előre, ne erre várjunk, ez egy teljesen egyszerű, ásvitott kóros bevapipó projekt. Bevégileget írunk, akkor az pont ugyanígy néz ki. Csak itt már egy pár dolog előre van generálva nekünk benne. Ugye program.cs, jól elindítja a webhostot, startup.cs, itt van benne a mindenféle szerviszeknek a bekonfigurációja, a konfigurációja, nagyon egyszerű. Ahol a tényleges tartalom van, az itt az a bot file, ahol látjátok, hogy egyelőre is üres a on message executing. Itt benne volt az azért a echo, hogy visszaválsz ugyanazt, amit kapott, de én is kiröltem. Ide akarjuk belakni ezt a logikát, vagy a kódunkat, amit a kapott fotót, vagy igen, fotót a user-től, azt feldolgozzuk itt helyben. Én ezt a kódot megírtam előre, úgyhogy csak be fogom kopizgatni, mert mindjárt mutatom, hogy pontosan mit csinál. Nehezzel menjen most az idő. Szóval itt először is fogja, és itt a turn context, ebben van benne az információ, ugye arra a turnről, arra a beszélgetés, oda vissza a beszélgetésről, amire ahol most éppen tartunk. Ennek a attachment-t, hogy van-e benne valami csatolmány, és ugye igen, akkor ezt a handling-coming attachment async függünk fogjuk meg tudni, még nincsen megírva, de minden megírjuk. Ha pedig nincsen, akkor ha pedig nincsen csatolmány, akkor még egyszer csak visszaírjuk neki azt, hogy hello, küldj nekem egy fotót, és akkor nem mondom neki, hogy mi van rajta. Úgyhogy azt írja a user, hogy hi, arra ezzel válaszol. Jó, írjuk meg ezt a handling-coming attachment async-et. Ez szépen itt megvan írva nekünk alul.
beillesztés, nem tudom, mit csinál ez a kód. Szóval ez a handling, amíg attachment async, ez fogja egy megkapulja ezt a term kontextet, kiszedi belőle a megfelelő fájlinkat, fájlainkat, megnézi, hogy a fájlnak a formátum megfelelő TNG vagy JPG, hogyha nem ezek közben kúszál, hogy bocs, ez nem fog működni. Majd elindul egy, majd létrehoz egy HTTP kliást, amivel letölti ezt a file.content URL-ről, letölti a fotónkat. Magyarul, amikor például a Facebooknak elküldjük egy üzenetet, a chat elküldjük a chatbotnak, akkor a botunk alapban nem kapja meg magát a képet. Csak egy URL-t, hogy hé, ide van feltöltve a fotó, amit egy üzenet küldött, itt tud elérni. És akkor azt mondom, hogy nekem meg külön tölti, nem? Úgyhogy tetsző tönnék, hogy létrehoztam a HTTP-t, és szépen letöltöm egy by the way-be a fotót, ami a file.content URL-ről letöltöm. Hogy ezt fog tudjam használni. Jó, itt van egy Digitaconizer, ez az, amit a Vici megért nekünk. A kód, ennek a mélyébe nem fog menni, innen szépen letöltögetem ezt a két fájt, ezt a Digitaconizer, meg ezt a preprocessort, a két fájlomat, amit én már letöltöttem itt előre, úgy csak be fogom húzni. Itt a két fájl. Ráhúzom. Nem húztam. Itt a két fájlom. Az egyik az fogja és szépen megfelelő formátumban helyezni, hogy el tudja küldeni a Databricks-nek, a másik pedig ez a preprocessor, amit elemutattam a képeken. Gyorsan itt a kódot is megmutatom, hogyan néz ki. Ez a Six Labors nevezetű csapatnak a Image Sharp nevű nugget package-ét használja. Külső package, nem sem ide van ebből bele. Vele lehúztam a kódot összesen. Ezek a lépések vannak, ez a 7 lépés, ugye ezt előbb mutattam ott itt. Ugye, 1-2-3-4-6-7 lépés. Első lépés, fekete-fehérre átkonvertáljuk, erre itt a grayscale filter pont tökéletes lesz nekünk. Második, látunk egy fehér vignettát a képünkre. Harmadik lépés, ezt a binary threshold használjuk, 0,6 alatt az összes pixel background color, fölött a mindegyik foreground color. A következő ez a crop to bounding box, ugye ez a lépés, amikor megtaláljuk dinamikusan a különböző oldalakat. Itt ez a fine bounding box nevezetű függvényt azt már alatta itt meg van írva. Ez szépen végig megy, végiterel soronként és oszlopanként minden pixelen, és megkeres az első, amelyik nem nulla. Utána ezt szépen megvágjuk. Utána megkeressük a maximumát a magasságnak és a szélességnek, erre kiegészítjük és kitöltjük háttérszínnel a maradékot, ez egészen downscale-eljük 20x20 pixelre, majd hozzáadunk a 4 pixeles margin-t, kiegészítjük 28x28 pixelre a background color-ra, és kerekedjük kész képünket. Ennyire ezeket a szállás, elmondani könnyebb volt, mint megírni, vagy gyorsabb legalábbis. Utána ezeket mindenféle dolgokba lehet konvertálni, pixel array-re vagy kétdimenziós pixel array-re, attól függ, hogy hogyan várja egy bemenetet, és ezt visszaadjuk a Digitaconizer machine learningnek. Majd ebből az egészből visszakapjuk a predikciónkat, ami pedig elküldünk ennek a Send Predict Answer nevű függvénynek, mert pedig szinte itt van megírva alatta, egyszerűen megkapja a számot, hogy mit kapott, milyen probabilitással, hogyha 50% probabilitás alatt van, akkor visszaadobja, hogy nem vagy benne biztos, és akkor inkább nem válaszol, fölötte pedig megmondja, hogy hány a szám, és hozzárak egy ilyen sima szöveget random, hogy nem mindig ugyanúgy válaszoljon. Semmi, csak kicsit a barátságosabb legyen a botunk. Jó, neki szüksége van egy API URL-re, meg egy API key-re, ugye ezt a database-t megkapjuk, ide beleírjesztjük. Most ezt nem fogom deployni, ezt nem fogom beleírni, de olyan erre az egészet azt mondom, hogy utána jobbjuk kell, hogy publish, és azt mondom, hogy publish, akkor mindent a pezre rögtön felpublikáljuk a hullom, és minden tökéletesen működik fut. Tökéletesen. Ez a cucc, ez nekem fel van deployolva ide fixen, ezt ti is ki tudjátok próbálni. Mi az URL?
random. Aha. M.me per digitalizer. Vagy talán az aka.ms digitbox is jó helyre visz. Aha, jó helyre visz. Van az is. Szóval, az... itt jelent is próbálni a botot. És én pedig most le fogom demozni nektek, hogy ezt tényleg jól is működik. Szóval itt egy ötös szám. Elküldöm. A többiek is nem jól működik, de itt amúgy vannak, itt láttak, amik működnek. 5-ös, 6-os, 8-as, stb. Azért felismerte többségében. Zöld. A zöld, de nem számom, hogy a részkében akarom. Szerintem a vastag csak számít, hogy szerintem a tékonyától. Közbenső képet el lehet megnézni, hogy próbálja megcsinálni belőle azt a fekete fejbe, lehet, hogy ott csúszik el valami. De ezek itt onnan van. Te most például, hogy lefogosztod a hatot, és az hogy jött ki neki a repét? Ja, a divágválásra lehet, hogy visszaküldje a fotókat. Majd lehet, hogy megcsinálom, hogy visszaküldje a fotókat. Amúgy ezek honnan lettek kiszed a modelldal. Hát ezek a összes lépések pontosan így. Mondja. Zajt, hozzám, melyik lépés? Melyik zajt? Ezt a háttért? És amikor mindent a plánatok elé. Tessék? Második is, igen. Amikor vinnet találok ki, hát az túl az a zajcsökkentés, inkább csak megpróbálja kiszűrni az ilyen kézbe művelésen gyarsolókat. Valószínűleg nem nagyon számít, de elszámít, hogyha nagyon eltakad a fényt, és nagyon erős, akkor számít. Digitbot, mint szám, Digitbot. Egyébként az jó példa volt arra, hogy ilyen kájnerről iteratív módszer, amit megnézzük, hogy utána azt a kötikot, hogy kiírásokat, hogy kirajzolgassuk, hogy mik voltak a lépéseket. Igen. Végig volt, úgyhogy... Hát hozott egy mostanat, hogy egy kiszeszes. Viszont nincsen véletlenül valahol egy vastag a fiat. A kisebb számítést. A sötétebben. Lehet, hogy a kisebb számít jönni. Megvan azt a papírt. Az is kipróbáljuk. Ez kettő lesz. Tegyek egy tétséget. Kérdezálja, ez ajándékcsolgot van. Nem! Időnként működik.
nagyon gyorsan még egy darab valós fejel szeretnének adonítani, hogy valami, valami valós sztorít tényleg az egészben, sok időm nem maradt, nem? Ez, ez. Ez egy, a Mindstorm-ban, hát a Grubstorm parkban a Mindstorm, nem? És a Mindstorm parkban a Mindstorm első szintjében egy autóbusz, ahol régen az volt, hogy kim volt a papírok. Mindstorm az SZAP-ban a Grubstorm-nak a recepciója, ahol egy távázatok beletett írni, mikor ott az autóbusz, akkor leadta a recepcióban a kulcsodat, és felülték és kitakarották a kocsit, amit miközben dolgoztál. De lévő ugye, hogy az emberek előre beírogatták magukat egész évre, mert akkor már nem voltak helyek, az emberek kiúzolhatták egymást, és fölírták, és stb. Full káosz a belőle, nem lehetett jól kezelni, és tényleg úgy is full, nem digitális, a transformált megoldás volt. Kitaláltak, hogy mindent jelent, csinálják egy jó kis alkalmazást. És erre amúgy legkészül rendes alkalmazás is, de kiírtunk hozzá egy chatbotot, amit gyorsan mutatnak, hogy a működik se is bemúzni. Szóval van nekünk egy Azure Box Service-ünk, ami a user-től beérkező üzeneteket jelentnek Teams, Skype-on vagy Messenger-en, beérkező üzeneteket feldolgozzák, és lefolytják az Azure Box Service lefolytságot nekünk a chatbotunknak, ami deployban van. Ez a chatbot, ez először tartja a language-el lesz, amikhez sosem mutatok, hogy mindjárt vissza, hogy nem kész ki. Fölismerj, mit szeretne user autóbusást foglalni, megerősen leadta a kulcsát, stb. Majd utána, hogyha nem találsz semmi action-t, semmi intentet, amit nem találtad a üzennek, akkor tovább megy, és elpróbálja a Q&A nélkül elkészített a geek dokumentumban. Megkeresse, nincs-e valamilyen kérdés a user, amire releváns neki válasz, amilyen neki van. Tehát például, hogyha egy user mondjuk azt kérdezi, hogy mennyire kerül a külső mosás, hogy hogyan tudok téged felhívni telefonon, vagy ilyesmi, akkor ugye ezekre mind külön intenteket írni, nagyon macerás lenne, mindenki a Google e-mailhoz válaszolja, és tök macerás lenne. Erről ez a Q&A nélkül, amilyen kérdés-válasz párat ad bele, beírja, hogy mennyire kerül a külső mosás, ennyire kerül a külső mosás. És ha ehhez hasonló kérdést kap, akkor vissza fogjuk küldeni neki a megfelelő választ. Vigyázz, amikor ez külön néz ki. És ha így sem találják semmit, akkor pedig visszaválaszol, hogy most nem értettelek meg, és felvisz a rendszerbe egy tikit, hogy hé, ezt kaptam a user-től, és nem találtam meg a megfelelő választ, és utána mi újra tudjuk tanítani a másik modelleket. A usereknek a beszélgetésének az állapota ilyen Azure Storage blogokon van tárolva, az egyszerű file tárolás, meg table-ről, meg egyszerűen dolgaskor alá, és lehetne használni a Cosmos DB-t is, hogyha szeretnénk, az lényegesen magasabb szintű szolgáltatás, magasabb sebességgel. Amikor pedig a chatbot kitalálta, hogy mit szeretne a user, például hogy foglalni egy autómosást, összeszedte az összes adatot a user-től, hogy mindjárt mondom, hogy néz ki, akkor fogja, és a lévő user-t először meg kell autentikálni, és eltalálta a Azure Box Service a tokenjét, fogja, és azzal a tokennel elküldi az API-nak a hívást, hogy néha user szeretne valamit foglalni, és megcsinálja a foglalást a rendszerbe, és elment az adatbázisba. A Vivian. De amúgy a botok nem csak egy irány beszélgetésre jut, nem csak akkor nagyon hasznos, hogyha a user szeretne valamit elintézni, hanem folytat esetben is, hogyha a bot szeretne, vagy valamit szeretné emlékeztetni a user-t. Ugye, ha üzenetet akarunk küldeni a usernek, akkor ez viszonylag bonyolult feladat. Hogyha mondjuk van egy telepített alkalmazásunk a user telefonon, akkor tudunk push notification-t küldeni. Jó esetben, hogyha a user nem tölt el még az alkalmazás a telefonjára, mert foglalta a helyet. Valahogy van egy jobb alkalmazás, egy progresszív alkalmazás, és itt engedélyezve lett a push notification küld, csak azon keresztül. Vagy ha semmi, akkor mondjuk e-mail, de azt mondja, nem olvassák a user-ek, stb. Ez viszont nehéz feladat, hogy öntünk egy user-nek üzenetet küldeni. A chat-en viszont nagyon egyszerű, mert a bot rácsap a user-re, és az megjelenik a telefonján, számítógépén mindenhol azonnal. Anélkül igazából, mert nekünk extra feladatunk lenne. Tehát például több esetben is kommunikálunk a jelen példában a user felé a boton keresztül. Például amikor kezdődne a mosás, az automosás a usernek, de még látjuk, hogy nem adta le a kulcsát a rendszerbe, nem konfirmálta, hogy leadta a kulcsát, akkor küldnek egy üzletre rácsolta a chatbot, hogy hé, add már a kulcsodat, mert látom, nem adtam le. Vagy például amikor össze lett kötve ez a rendszer a Grubstorm Park-nak a sorokó rendszerével, és amikor bejön reggel a adott
ember a kocsijával, a rendszám felismerő a sorompónál felismerő rendszámát, kinyílik a sorompó, elkezd lemenni a vadásba, akkor az a rendszerben ül a, ez a backend API, az érzékeli egy ilyen server stage function keresztül minden lényeg alá, vagy jött, bejött a kocsi, megnézi a rendszámát, hogy van-e annak a kocsinak a foglalása arra a napra, és ha igen, akkor chatbot rácsatol a user, hogy hé, látom, hogy van neked a foglalásod a mai napra, és látom, hogy megérkezte az irodába. Ne felejtsd, amikor fölfelé néz, a recept tudom megállni a lifttel, és kidobni a kocsira, hogy ne délután kelljen. Csak egy gondolat, ez a rendszám felismerő, akkor sorompónál jobb gondolat, hogy betöltött modellbe, felismeri a rendszámot, és még mindig a szerencsére. Amúgy, ez nem igaz, mert egy rendszeres nálam a sorompó előtt, és ordítózok a üzékkel. Egyszer volt, egyszer volt, este volt, amikor nem működött, mert sötétben nem láttál el jól, és akkor nem is megfesed, és ott szobroztam, mi a részek. Egy Night Vision is van rajta, de Ne, az egy kicsit jobb, hogy az nem mesélni használ. Az még ilyen régi jó. Most viszont is nagyon fontos már a rendszám. De legyen rajta van. Igen, igen. A H-nek ott van backup funkció, mert ha becsörök a portásoknak, hogy én méretek, igen, én vagyok. Szóval két ilyen kommunikációs nagyon jó. Gyorsan mutatok nektek a Louis-t, meg ezt a QNM-ékot, ez valóságban olyan néznek ki. A betanított modellek. És mutatom, hogy olyan működik az alkalmazás. Fine, what is? Furcsa. Igen. Az a mindez, a rekobotnak van egy ilyen kicsi visszakeresztmény a nevet. Valószínűleg azt csatolmányként kapta meg, ugye az, az figyeli a kód, amit ott előbb mutattam, vagy a csatolmányt kap el. És tudom, az csatolmányként jelenik meg a like-on. Még az nem tudom, ez képként küldje el a Facebook. Furcsa. Próbáld meg rendesen fotót átülni kell számolni. Úgy nagyobb esélye fog működni. Louis, betoldasz még ma? Addig mutatom neked az alkalmazást. Szóval, látod, itt elküldtem neked, hogy hi. Nagyon jó lassú az internetünk, úgyhogy mi várunk arra, hogy visszaválaszoljon. De igaz, hogy nem egy nagy fájlni csomag, ha egy üzenet visszafelé. De azt kell visszaválaszolni, hogy hi. Azt kéne visszaválaszolnia. De valahogy még, nem azt, hogy is nyújt, de még a mobilnet is jól levenni még valaha. Nem kezdünk be addig ide párhuzamosan. Na, sikert visszaválaszolni, ja? Jelenj meg Teams. Na, jöjjünk már. Ott, nem. Addig Louis, nagyszerű itt a Louis-unk ezek el betöltött. Látod, hogy itt vannak a betanított intentek, amiket szerethetsz a user-t csinálni, mindjárt nagyítok. Így már jobban látszik. Tehát itt ezek az intentek vannak beállítva, hogy semmit nem szeretne, hozzád egy útfoglalásról, egy foglalásra kezdeni, megtalálni meg megérdugást, megkérdezni, mikor van a következő szabad slot. Ja. Például mondjuk, hogyha akarok foglalást nyújtani, akkor itt vagy lehet betanítva ez a modell. Itt vannak a példa üzenetek, amiket a userek elküldhetnek a botnak, ezzel betanítva. Nem tudom, reserve, booking, island book, car wash, booking time, reserve, szerintem interior, cleaning, on, date, time, még kettő. Mit jelent ez? Nem így írta a user, de azt jelenti, hogy azt küldte a user reserve interior cleaning on next Wednesday evening, de ebből ő felismerte azt, hogy az interior az egy service típus, tehát ez a belső tanulás. Illetve a next Wednesday evening-re is felismerte, hogy az jövő szerdán este,
És ezekre nem fog rákérdezni újra a chatbot, amikor foglalsz, szeretném foglalni. Na, csak sikert megérkezni a válasznak. Hi, hey! És azt akarom mondani neki, hogy make a new reservation. Akkor elindul egy új ilyen dialógus a userrel, és most először vissza fogja kérdezni, hogy milyen service szeretnék. Rögtön bekapcsolta nekem az utolsó kettőt akartam használni, ez is egy ilyen adaptív kártya amúgy, és visszaválaszol nekem, hogy itt van. Először mutat nekem, ajánl nekem ajánlásokat, ekkor ezekben az időpontokban van szabad időpont. Ez a today 8 am, meg tomorrow 8 am, ahányi között nagyotok, hogy egy kicsit nem látjátok. Nem? Kicsi részlet? Így jó. Ezek csak azért jelennek meg így, ilyen, tudod, ma reggelben ugye már nem ezt foglalni. Csak azért jelennek meg így, mert én abban vagyok, és akkor nem veszek figyelembe ezeket a konszényeket, hogy ne lehessen foglalni. De amúgy ezek valóságok jelennének meg ajánlásképp, amik szabadok még, és az időben vannak, és megfelelnek a konszényeknek, mindegy. Azt mondom, hogy skip, van egy másik időpontot szeretnék, mint az ajánlottak. És akkor megkérdezi, hogy melyik időpont, milyen időpontra szeretném most adni a kocsimat. És azt mondom, hogy next Monday, akkor érzékelően nem mondtam, hogy next Monday, de még mind nem érzékel, mind nem mondtam meg neki, hogy melyik időpontban. Úgyhogy fel fogja nekem ajánlani, hogy itt vannak ezek az időpontok a következő hét hétfőn. Így látszik, hogy például a következő hétfőn csak délután időpont érhető, az összes időpontban belakott. Ezek valami adatok, tényleg is így működnek. Így az adatok adatbázisban benne vannak. Csak ez egy opció, hogy most kiválasztom az egyest. Lehet, hogy meg lehetne valami érni szerve, hogy csak egy opció van, akkor mondjam, hogy jövő hétfőre már csak ez egy opció van. Jó lesz? Megkérdezi, hogy ez a rendszám van a rendszerben, mint az én rendszámom. Igaz ez? Azt mondom, hogy igen, ez tényleg az én rendszámom. Megkérdezi, hogy céges, privát autó-e, tehát nem céges, az enyém nem privát autó, hanem céges. Van-e valami más kommentem? No. És készen a foglaláson, azt megértem, hogy a telefonja is ugyanígy. És mondja, hogy van egy foglalásom jövő hétfő délután 2-re, és elküld nekem egy ilyen kártyát. Ez egy ilyen adaptív kártya, mint amit elmutattam a szlájdon. Van benne egy kép arra, van egy foglás, ugye amikor változik az állapot a fogláson, akkor ez a kép változik, hogy mindenféle kereket mutatom. Beírja, hogy ez schedule van, megfelelő időpontra, rendszámon, kiváltó szolgáltások, kommentes, többi. Konfliktus, ráthatom, hogy leadtam egyszer a kulcsot, így ráthatom, és már jöttem megkérdezni, hogy hova parkoltam, stb. Visszatekerek, és akkor fogjátok látni. Itt például látszik, amikor elküldnek, ír nekem a bot, hogy hi, Mark, your car is ready. Itt találod, akkor egy ilyen kis zöld kifejen meg itt a feladban a képben. Sokebbi. De mondjuk meg akarom mutatni azt, hogy tényleg jól működik ez a rendszer, és hogy tényleg felismeri a időpontot például. Azt mondom neki, hogy make a reservation for next Tuesday morning. Akkor, ugye megkérdezi, milyen szolgáltatásokat kérne, azt nem mondtam meg neki. Azt mondom, hogy ezeket. És mi történt? Rögtön már a rendszámra kérdez rá. Azért, mert ezeket a lépések, amik itt közte voltak, vagy megkérdezi, hogy ajánl időpontokat, megkérdezi melyik nap, megkérdezi melyik időpontokban, ezeket mind tudja. Mert én megmondtam neki, hogy következik kedden reggel. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez a én rendszámom, még mindig ez a rendszámom, még mindig privát kocsi, és nem szeretnék semmi kommentot adni. Ugye, hogy megcsinálja a foglás, most ilyen kommunikál a backend-el, a API-val, autentikál, stb. És mi történt? Na, 26. az jövő évket, 8 óra reggel. Érzékelte, és jól fogsz mondta, és feladtam egy naptárba. És megkaptam közben a naptár értesítést is a urának. A naptár bejegyzést is. Szóval, így működik. És amíg azt még talán nem tudom nektek, hogy hogyan néz ki, amikor a bot rám ír, hogy aha, itt van, itt egy példa,
Welcome Mark in the office, ez, láttam, hogy megjöttél. Ne felejtsd el leadni a kulcson a recepción, amikor bejelkeztes, akkor itt van. Lead a key at the reception. Itt volt egy pár, nem értek ilyen, és azt mondom, hogy mondom, hogy korábban jött. És akkor itt látok, kattintál rögtön a config key dropokra, és akkor szépen megkérdezi, hogy hol voltam, itt helyben a csetet megkérdezi, hogy éppen megyek fel a csolók a hónom alatt a liftben, és akkor megkérdezi, hogy hol park voltam, ott neki beírom neki minusz kettő, és akkor lekörülünk neki, hogy oké, mehetünk. És lehet, hogy leadom a kulcsot a recepción. Kész. Ez is megoldtunk egy problémát, ami amúgy viszonylag problémásabb. Még a különnyi mikor közben a háttérben nem jelent, hogy betöltött. Ugye ez az a dolog, ami hogyha ha tovább ment ebből, tehát nem talált semmilyen intentet, akkor végignéz egy ilyen knowledge base, egy ilyen tudásbázist, hogy azok között van-e valami hasznos válasz. És tovább megyek. Például itt van, how can I contact you? És itt van a válasz rá, így. Vagy mi az MPV minivan, or MPV multipurpose vehicle, az ez. Milyen szolgáltatásokat, mennyibe kerül a külső mosás? Például mennyibe kerül a külső mosás? És nem kezd pontosan így kérdezni, nem tudom, hogy azt mondja, hogy what is the actual cleaning cost, és azt mondom, hogy látjátok, hogy direkt eltárgyúztam, el van írva. Nem teljesen értette meg. Hát például most nyugodtan fölmehetek és újra tanítatom a modellt, hogy ezt a cleaninget, azt hittem, hogy cleaninget eltárgyúztam, rögtön megértsem, mert ez nem volt egy helyes válasz rá. Ez nem ez volt a helyes válasz a cleaningről, hanem ez, amit látunk. És akkor az volt a probléma, hogy eltelepúztam cleaningről, írtam. És ahol már helyesen válaszol. De jó, semmi is tudom, hogy ezt nem tudom hogy kijavítani. Itt azt mondom, visszamegyek a botomba, és de az nem itt van, mindegy. Egyszerűen csak hozzáadom kérdésként. Na. Én az is lehet, hogy mellett tölteni a klasszikai elvédülésekre is. Igen. És ilyen hibára is, és akkor a klasszikai. Igen, gyorsan mutatom, hogy ez tényleg működik amúgy. Azt mondom, hogy volt, inkább úgy jön, ugyanilyen. How much is extra? Ugye megint eltájpózom. Azt mondom, hogy save and train. Most betanítódik a machine learning modellem. Ez tényleg ennyi a machine learning modell tanítása. Nem tudom, hogy pályán volt én semmi. Ráklikkelek a save and train gombra. Az első bitrain modellem, a customer. Igen, betanítódott. Azt mondom, hogy publish. Azt mondom, hogy publish. Most publikálja a frissített machine learning modellt. Success, your service is deployed. Én pedig azt mondom, elküldnek ugyanazt a kérdést, mint amit előbb küldtem, ugyanúgy eltájpózva, és azt várjuk, hogy ne ezt válaszolja vissza, hanem ezt. Kijavítottuk egy bugot. Ennyi volt, éles rendszerrel kijavítani egy mesélemi vonalt. Deployoltuk, itt élesben láttátok. Igen, ez a különböző működik igazából. Ja, és még annyi info benne, hogy például, hogyha a botunknak nagyon jó, hogy ilyen dolgokat meg tud írni, de hogyha mondjuk azt mondom neki, hogy köszönöm, miután megbeszélgettük a foglalást, vagy mondjuk karácsony, és azt mondom neki, hogy boldog karácsony, és itt válaszol, hogy nem értem, mit mondtál, az olyan annyira nem adja a jó user experience, úgyhogy ezekre jó lenne, hogy tudna valamit válaszolni a chatbot. Hashtag kérni még körbe el tudunk tölteni egy ilyen cheat-chat package-et, a MySonnak vannak ilyen elkészített cheat-chat package-ei, betalkozni neki, vannak többféle választatok, a polite, a nagyon udvarias, a vicces, meg a kalúz nyelv közül egyet,
kiválasztani, hogy olyan szerint, hogy válaszoljon, és akkor betett egy ilyen csicset tekintet, itt láttatok is a Q&A nélkülnél, hogy van egy ilyen csomó oldalmi üzenet, és akkor itt vannak ilyen what's your name, és akkor ezekre ilyen tudjam visszaválaszolni, do you know me, és akkor what's the meaning of life, for you of course, stb. Tehát egy tudjam ilyen random kérdésekre válaszolni valamit, ezekre többet tudom csődíteni, és nem tudom válaszolni, hogy ennyire. Ennyi is igazából sokkal friendly-bb életet tenni a botunkat, belecsapodva lehet tenni a botunkat. Még egyetlen dolgot akartam mutatni, most a kell nem húzom az időtöket, 20 percet tovább mentem. Egyetlen dolgot akartam mondani. Az, hogy most a Ignite-on, ugye ez most volt a Maximum Ender konferencia egy héttel ezelőtt, azt hiszem, ahol bejelentettünk egy új terméket, ezt a Power platformnak az új egyik új termékét, ezt a Power Virtual Agent-et, nem tudom miért van egy hülye neve, az átnevező kommandó valószínűleg nem testet a havi targetjét, mindegy. Ez egy drag and drop kattingatós no-code botfejlesztő cucc, amivel tényleg össze lehet kattingatni chatbotokat. Nekem nincs hozzáférés a preview, az a Microsoft-osoknak miért is legyen, és nem tudtam még kipróbálni. A lényeg az, hogy igazából tényleg nagyon egyszerűen grafikusan tudtok a fejleszteni, összefaknak a dolgokat, és sok helyen kipróbálni. Ezt úgy jól csatlakoztatni különböző channelekhez, és amúgy ezt is jól megetenteni akár egy weboldalról. Olyan, hogy a Q&A-kort is beletenteni akár, nem csak úgy a begépben a kérdéseket választok, de eltom neki küldeni, be tudok neki adni egy weboldalak a linkit, ahol ki van, miből van egy Q&A, ezek a kérdés választárok, és akkor magát a betanulja, én ezt jól be tudom tanítani, és már rögtön működik, és válaszolni kérdésekre egy ehető formátumban. Most én is válaszok kérdésekre. Az a kérdésem, hogy ezt egyszerűen meg lehet oldani valamit, hogy a chatben megkérdezi, hogy mennyibe kerül, és aztán a termény a cikkszámlás, akkor egyből az én adatbázisomban megkeresi ezt a terméket a cikkszámlatán, és egyszerűen csak az állat visszatot. Abszolút, ez az intent. Szóval akkor használjuk az intenteket, ugye az a nem gender-standing-es intenteket, hogy nekünk valamit még háttérbe kell intézni, kommunikálni kell más cuccokkal, más szerverekkel, dependencikkel. És akkor pedig nem, hanem csak egy egyszerű statikus választ akarunk visszaadni, akkor használjuk a Q&A nélkülöket. Hogyha szeretném ezt, hogy ez cikkszámhoz értse, akkor a Louis-ban tanított be ezt, hogy ez itt a szövegem, ez itt a cikkszámom, ez itt a kérdés, megjönnek itt a félképpen, ez itt a cikkszám, és akkor az intent legyen, és lehet, ahol megérsz egy kódot, hogy jó, kezdjön be, akár a cikkszámot megküldöm a apinak, visszakadom a cuccot, és akkor aztán tudom a user-nek. Igen, ezt így tudom megcsinálni. És akkor neked még külön kell majd, mert lehet, hogy két szám lesz, tehát hogy mennyibe kerül 5 darab valami, akkor az viszont az is a Louis-ba tanított, ha ott egy szám, és ha több darab van belőle, akkor odaír, hogy két darab, akkor az kettő a szám, és akkor neked ott az is küldje egy JSON package-ben a szöveg mellett, vagy az intent mellett, az, hogy ez egy extra, és akkor tudod betasszolni kettővel a botonba, ha küldje van. Volt egy úgy, csak eljött, hogy a amikor visszakérdezett, hogy az rendszámban mindig visszakérdezett, és kiváltatott, hogy láttátok. Ja, hogy a rendszámban lehet tudni. Tehát, hogy miért tudom, hogy érdezik, hogy... Teljesen valid, igen, meg lehetne csinálni, ha megjegyezik ez a rendszám, ez már egyszer privát kocsolat, akkor valószínűleg mindig privát. Majd, igen, ez abszolút reális. Igen, már jó sem. Nem, ez teljesen reális. És ezek a kártyák, ezek között csak a Microsoft Teamben működnek ez az összes? Nem, ez működik a többiben is, amik Amerikában működik. Aki támogatja, a Skype támogatja, a Teams támogatja, ezek az ilyen notification-ok támogatják. Ahol pedig nem támogatja, mint Facebook Messenger, ott egy két megy el. Tehát ő az egészet berendeli magának háttérben, a szerveren, és csinálja egy fotót, és azt küldi el. Akkor gombokat nem fognak működni. Olyan processz, hogy adtak el lehetőségünknek adni. Vajon vannak a saját gombjai? Facebookra van a saját gombjai? Mindenek meg van a sárban, csak hogy nem a kártyán nem tudom magadni például. Egy darab gondolom, hogy a cikkszámlás egyértelműen sok az, hogy az három is lehet, hogy ez három lehet, és állítok, akkor egyből felülnek kívül, hogy melyik gondolat,
Na, a kapszot, ott általában nem kártyát küldenek, hanem három darab gombot, aminek is valakám is három darab gombot, hanem vannak ezek a válasz lehetőségek, hogy valami ilyesmi, amikor tudod a messenger, vagy nem tudom, bottal beszélgettél a messengerben, ahogy kérdez valamit, és alul pedig a válasz lehetőséget, mert most csak rábok, és ott ráküldünk, mint hogy azt elérted volna. Főleg az egy gyors kérdések, hogy yes, no, meg ilyesmi, a Teams ezt nem támogatja, nem tudom miért, hiszen a number one request feature Teams-ben, nem tudom, miért nem támogatja, és látjátok, hogy amikor itt kérdezgettem, akkor itt mindig itt ezt úgy rendeli be, hogy egy yes, kettő, no, és hova bérjön az, hogy yes, no, hova bérjön az, egy, kettő, és úgy érzékeny, de amúgy ez a ugyanez az üzenet, hogy ez nem Teams-el használ, hanem Messenger-en például, ugyanez az üzenet, ez a súlya ellenek, hogy csak ezt küldi a labot, és alatta a yes, no, egy kis gombokként mutatja meg, és csak rá tudom vörni, hogy yes, vagy no. Tehát ez is a Azure Service-nek az okossága, hogy dinamikusan tudja, melyik platformnak, mik a bonuszkénteid, és annak megfelelően tudja a számot, megfelelően formázva. Tehát kihasználja a platform feature-eket, ahol lehet, ahol nem lehet, hogy pedig használ valami egyéb egyetesítő feature. Igen, ez nagyon kérdés. Több kérdés, nincs látok, az én szép nagy figyelmet. Köszönöm szépen!